Életek, történetek Ferencvárosból 25 percben. Heti Portré A mai heti portré vendége Kurkójé Kristóf, a Turaída Színház színművésze. Honnan datálhatóak a színészi ambícióid, színészi vágyaid? Kiskoromtól a tükör, <laughs> tükör előttről, meg hát nagy is ilyen otthon erdélyben ilyen színjátszó körben játszottak ők is, és hát gondolom onnan is vannak az ilyen színészi ambícióim. Én erdély vagyok, én erdélyben születtem Csíkszendomokoson, úgyhogy ott volt egy ilyen kis uh, amatőr társulat, és akkor az nagyszüleim ott uh, játszottak, talán onnan van egy ilyen öröklődés. Meg hát a tükör elől ugye kisgyerekkorban, amikor az ember még álmodozik, aztán így felnő, teljesen más uh, pályát akartam választani, és az élet mégis úgy sodort úgy pofozott, hogy, hogy ide kerültem, és abszolút nem bánom. Mikor jöttél Budapestre? 2001 őszén jöttem, és a déva Nagy Kamila által alapított Krónikány zenedébe jártam először, utána ezt két, két, év után akkor párhuzamosan csináltam a Gornagy Máriát, mert ugye oda is felvételt nyertem, és akkor a Gornagy Máriát meg ezt a zenedét, de Ivány Nagy együtt csináltam, és ezt párhuzamosan, úgyhogy 2006-ban végeztem mindkettővel. Kezdetektől fogva a musical érdekelt téged, mint irányzat? Otthonról, a népdalokból, meg, meg mindenféle fajta éneklésből azt hozom. Ez először, először, igen, utána már amikor, már, amikor már kezdtem tanulni a színészetet, és belekeveredtünk a prózai darabokba is, akkor, akkor már, már nem csak a musical, hanem, hanem más, vagy tehát a prózai színház is kezdett érdekelni. És mind a megtalálom azt az érdekességet, amitől, amitől fontos egy darab, és minden, mindenben megvan. Mennyire könnyű neked szakmailag vagy munkát találni erdélyi magyar színészként itt Budapesten? Ö, hogy, amikor végeztem, akkor abszolút nem akartam színész lenni, még amikor a Gornagy Máriával végeztem, sem akartam. Euh, civil munkát is végeztem az elején, utána meg euh, annyi segítői voltak, hogy a Gyöngyösi Tamás, aki a mozgás színházat euh, csinálta nálunk a Gornagy Mária színtanodába. Ő vitte a Nemzeti Színházba a, az ötödik pecsétbe, Sánta Ferencnek az ötödik pecsétjébe, amit a Jordán Tamás rendezett, és onnantól kezdett el indulni, még akkor is civil munkát mellette végeztem, és egy idő után annyi előadásom lett, hogy máshol is Csáli csináltunk a Háda Janival, annyi előadás lett, hogy egy idő után föl kellett adnom ezt, és akkor azt mondtam, hogy hát na jó, hogyha ez így van, akkor, akkor legyen meg a te akaratod, és akkor csináljuk, és akkor mindent belevetve egész, hát még ma is persze, <laughs> csinálom. És mikor kerültél a Turai a Színház társulatához? Turai Ida Színház társulat, az 2010-ben kerültem, ugye a Soproni Színházzal össze voltak kötve, és akkor kerültem be a Lamancsa lovagjába, és onnantól kezdve, meg a vértestvérekben, ami az első nagy debütálásom volt nekem, mint az első mély víz is volt persze. De akkor 2010-ben, és hát nagyon örültem neki persze, hogy van egy, van egy olyan hely, ahol, ahol, ahol tényleg játszhatok, meg, meg nem szabadúszóként, hanem már úgy egy picit a társulathoz is tartozom. De ugye akkor még ilyen vándor színház jellege volt a Turaidi Színháznak, nem volt egy állandó... Igen, épület. volt a, a Színház, az vándor színház volt, és akkor volt a Soproni Petőfi Színház, ahol, ahol ott is bemutattuk a darabokat, de, de általában nagyon sokat, nem általában mindig nagyon sokat utaztunk. Most meg van egy külön helye, ugye tavaly tol már egy éve, úgyhogy ennek nagyon örülünk. És ez hogy volt akkor ez a sok utazás, ez hogy fért össze privát élettel? Hát a az ember összeegyezteti a privát élettel a színházat, mert mind a kettő fontos. Mind a kettő, hát úgy szinte ugyanazon a szinten, ugyanazon a szinten, a picit a privát élet elsőbséget élvez a Dologba, de amikor a munkájába beleveti magát teljes gőzzel az ember, akkor már, akkor már, valahogy egy szintre kerülnek, és akkor hát muszáj volt megosztani ezt és azt is, ebből is kapjon az ember, ehhez is maradjon ideje magánéletéből, magánéletére, úgyhogy ezek ilyen, ezek ilyen dolgok, amit az ember úgy aztán szépen, szépen beoszt magának. Beszéljünk egy kicsit aktuális darabokról. A Vörös Lámpás Ház című darabban ugye Csonteleki Siegfried szerepét játszod. Miről szól ez a szerep? Csonteleki Siegfried az egy, egy kaszanóva, aki már túlélte, az, az, az megélt mindent, ami, ami ebbe belefér, az életet, a nőket, mindent, mindent. És az, egy, az egyik barátja, a Leo, az a Vöröslámpás házban dolgozik, és ő mondja, hogy van itt egy lány, Persze először nem hiszem, hát sok lány volt már, meg hát sokan jöttek, meg hát nem volt egy se, aki megfogta volna annyira, hogy bele is ment volna a kapcsolatba, és jön egy olyan lány, aki, a, a, aki, aki más, mint a többiek. És ezt el is mondja, persze. És akkor ő, hát valahogy valamilyen szinten ez a, ez a kaszonó, ez erről álmodik. És ugye minden emberben valahogy benne van egy egy olyan, Hölgy, vagy a hölgyeknél egy olyan úr, aki akiről egész életében álmodik, aki, akit ha meglát, akkor minden megszűnik, az egész külvilág körülete, és ezzel találkozik ezzel a hölgyel, és újra-újra visszajár különböző szerepeket öltve, hogy megszerezze ezt a lányt, ezzel szórakoztatva a lányt is, akit meg kell szereznie és a végén pedig, hogy megkaphassa azt a lányt. Közel állt hozzád ez a szerep? Valahol igen, és érdekes, nagy kihívás volt, persze, igaz akkor, tehát próbaidőszak egy olyan kicsit kevés volt, de, de hogy közel állt, meg olyan jó volt, jó volt bele, beleélni ezbe a szerepbe magamat, mert valahol az életben tiszkon az ember, legalábbis én mindig ilyen voltam, Hogyha, hogy, hogy abba a szerelembe hittem, abba, abba, abba az erős szerelembe, hogy amikor meglátok egy látattól, meg, és attól meg eláll a lélegzet, és megszűnik minden, és valahogy mindig, mindig ezt a szerelmet keresem. Lehet, hogy ez is a baj, hát nem tudom. Nem tudom. Jó, akkor erősen tudtál azonosulni a, igen, igen, szerint. igen, De azt mondod mégis, hogy kihívás volt. Ki volt kihívás, volt. Kihívás volt a négy karaktert megcsinálni úgy, hogy abszolút ne legyen egyforma, hiteles legyen, és, és, hogy, és, hogy, ne legyen sok. Még mai napig is van előadása, hogy más, tehát minden előadás másképp csinálom, de most volt utoljára egy előadás, amit változtattunk az elején nép a rendezővel együtt, hogy, hogy mert valamit nem úgy, tehát én is mondtam neki, hogy ez így jobb lenne talán az elején, ő is azt mondta, hogy oké, és akkor belementünk ebbe, és megcsináltuk, és szerintem sikerült is. Mi ennek a folyamata, hogy elsajátítsd ezeket a különböző karaktereket? Hát a folyamat az, az, egy, az egy kezdődik, amikor már megvan a szövegtanulás, akkor, akkor már próbáról próbára az ember átgondolja, dolgozik otthon az agyával, hogy, hogy, hogy mi lenne jobb, mi lenne, milyen dolgok őszintébbek, hogyan lennak jól ezek a kitalált karakterek, és akkor ezt így meg szépen a prem főpróba hétre és a premierre megformálja annyira. De ugye premiernél nem ér véget a darabnak, a, s egyik darabnak se a az élete, mert megy tovább, és, és mindegyik előadáson picit próbál hozzátenni, ami, ami nem úgy, az érzi, hogy nem jó, azt próbálja elvenni. Tehát egy picit próbálja csiszolni az ember a dolgokat. Mennyire térhetsz el a szövegtől? Én, én részemről szeretek szöveghű lenni. Hogyha esetleg valami nagyon-nagyon uh, uh, ilyen zárlat lesz, rövid zárlat az agyba, nagy feketeség, akkor próbál az ember improvizálni, meg hát a kollégák azért segítenek, de de én szeretek szöveghű lenni, mert ahogy leírja a, az író is egy darabba, Shakespeare-en belül, vagy bármilyen darabról beszélünk, az úgy a, úgy a hiteles, úgy a jó. Bernabé Taker szerepét is játszod, mégpedig a Hello Dolly című musicalben, amelyet Verebes István rendezít a Tulaida Színházban, ahol most beszélgetünk. Ezt a szerepet ugye megosztva, játszod. Igen. Ez mit jelent? Kettős szereposztásban játszok, játsza a Márko is. Azért, mert nekem még közben más munkáim is voltak, és közben le kellett kettőzni ezt, mert én nem értem mindig rá próbálni. És akkor nagyon kedves kollégám játsz a a, a, a másik szereposztásban. De nagyon-nagyon abban is nagyon egy teljesen más próbaidőszak volt a Verebes Istvánnal. Ő egy picit leegyszerűsítette a mi színjátszásunkat, és épp ezért, ezért volt jó, és ezért... Ezt ezért... hogy, érthet, hogy Hát úgy, hogy, úgy, hogy ami, mi megpróbáltunk ezerrel és ezerféle gesztussal dolgozni, ő azt mondta, hogy nem, 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 szépen egyszerűsítjetek le, és szinte nem kell semmit csinálnod, mondd el a szöveget, és pici gesztusok, és, 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 ez volt, és neki volt az igaza, mert így is bejött a kopoénak, és így is élt az egész darab, úgyhogy nagyon sokat lehetett tanulni a vereves Istvántól, rengeteget, rengeteget. És Barna erről Mit kell tudnunk? Ó, oh. van, ami teker, az egy 17 éves, 17 éves fiú, aki, aki még ugye elmondja a is, hogy ő még, még, sose volt úgy nővel, és hogy ezt szeretné, és Cornelius erre, erre aztán ösztönzi őt is. Ugye ott dolgoznak egy ilyen ilyen tápszer üzletbe, ilyen marha eledel, meg ilyen tápok, csirketáp, csibetáp, mindenféle cinkének szánt napraforgó, meg, meg ilyeneket, ilyeneket árusítanak, és Van a főnökök, aki a Győri Péter alakít a darabban, és innen döntenek úgy, mivel a Van is elmegy New hogy ők is elmennek New és akad egy kis alkalom, hogy két nőt megismerjenek. És pont ebbe a New Yorki boltba, kalapos boltba tévednek be, ahol ez a két hölgy van. Uh -huh. És akkor hát így innet van az ismerkedés, innet vannak a bonyodalmak, ugye Vandergelder is bemegy ebbe a kalapos boltba, és innen kezdődnek el a bonyodalmak, és végén a happy end persze. De mindez a Hello Dolly, a Détár Jánikő kezén megy keresztül, mert ő a, ő a kerítő. Hogy tudtál Détár Jánikővel együtt dolgozni? Milyen volt vele együtt dolgozni? Ö, sok próbák ugye nem volt, mert én az új színházban közben próbáltam más darabot, de, de egy nagyon-nagyon közvetlen és egy nagyon-nagyon nagyon szimpatikus emberként, színészként meg frenetikus, hát mit mondjak róla, mindenki szerintem ismeri tévéből innen, úgyhogy nagyon, tényleg nagyon jó volt az egész próbaidő folyamat. Ugyanakkor ebben a két e, darabban, amiről most beszéltünk, egyébként teljesen ellentétes e, szerepeket játszunk. Amikor ezt párhuzamosan csinálod, akkor az nem zavar be egy kicsit? Ö, valamikor, valamikor nehéz átlényegülni, mert ugye 17 évesből egy kaszanova, tehát ez teljesen más, egy 17 éves kisrác, aki még most ismeri meg a... Ugye, de épp ez a kihívás benne, hogy, hogy minél hitelesebb, minél őszintébb legyen az a 17 éves fiú is, aki még akkor lát először, és akkor találkozik a, a, szerelmével, és meglátja, és beleszeret, és, és ezek a folyamatok, ami, ami, a, ami, 17 évesen úgy próbálja az ember visszaidézni azt a kort, ami, a, ami az emberben úgy végig, végig megy 17 évesen, és aztán szóval egy kaszanóva persze, ami, ami teljesen más. Át, átlényegülést igénye. Volt már olyan szerep, amivel megtaláltak eddig életed során, és ö, nemet mondta erre? Ő, nem hiszem, nem. Nem emlékszem rá. De szerintem nem, 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 nem. Viszont voltak olyan szerepek, amik nagyon, nagyon jól, nagyon jól elsültek. Féldául, és azt mondtam, hogy a Bubamarát. Bubamara volt az, ami, ami, ami úgy érzem, hogy szinte, szinte rám írták, mert ezt nem tudtam, csak úgy mondták, hogy férfülel a ugye, topócsányi a kolléganőm, mondta, hogy ír egy darabot, és hogy, és hogy te vagy a, a báró benne, de akkor még nem tudtam, hogy, úgy hogy, hogy, hogy mi vár rám, vagy sejtettem, hogy... És mi várt rád? Hát egy nagyon, egy, egy, olyan, egy olyan, ö, olyan, játék, egy olyan lehetőség, egy olyan, olyan ö, örömjáték volt a, az az egész darab, meg amit most, persze most is játszuk, hogy az valami eszméletlen. Úgy azt mondom, hogy ö, eddigi, eddigi pályafutásom során egyik, egyik legjobb, legjobb, ö, legjobb döntésem, hogy elvállal, nem hogy egyáltalán el, hogy el tudtam játszani ezt. És nem is döntés, mert hát az ember nem dönti el előre, hanem, hanem úgy, amikor belekerül és elkezd elkezdi próbálni, meg elkezd átlényegülni, úgy érzem, hogy nagyon, nagyon jó sikerült. És minden előadáson persze érzem azt a, azt a hatást, ami a báróba megy végig. Mit tartasz nagyobb kihívásnak? Azokat a szerepeket, amelyeket úgy könnyen magadévá tudsz tenni, vagy azokat a szerepeket, amik ilyen nehezebbek, vagy úgy érzed, hogy távolabb áll a személyiségettől? Ami ami, 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 távolabb áll mindenképp, azt most például felújítjuk a Római Súliát, és ezt már bemutattuk már azt hiszem egy, egy, és fél két évvel ezelőtt, és még mindig kihívás, és shakespeare van szó, ugye Római Súlia, és nem egy, nem egy, könnyű falat, és még mindig, még mindig kihívás jelent, jó értelemben is, meg hát rossz értelemben nem, csak úgy, úgy, úgy az ember próbál, próbál, minél őszintébben, minél hitelesebben Shakespeare-t játszani, és főleg Shakespeare-nél ez, 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 nehéz, ez nehéz, nehéz, de hát mindenképp arra, arra tendálunk, arra felemegyünk, hogy jól sikerüljön a bemutató. És közel áll hozzád a dráma, mint műfaj? Igen, szeretem. Mindenféle műfajt szeretek, zenéset, komédiát, dráma, mindenfélét. Ö, amiben kihívást látok, azt minden, mindegyiket szeretem. <laughs> Mi a szerepálmod? Ó, nekem szerepálmom valahogy, nem tudom, valahogy úgy nincsen. Én eddig azt mondtam, hogy, de jó lenne eljátszani egy Jekyll és hyde -ból a Jekyll-t. Vagy Jekyll és hyde -ból a, a, azt az embert, azt az orvost, a, a amikor t amikor átváltozik hyde és akkor ez a kettőség. De... De valahogy úgy érzem, hogy amit rám mér az élet, amit hoz a sors, mert mindenből tanulni lehet, és valamiért megkapunk, szerintem, vagyis legalábbis én így gondolom, hogy az életben valamiért megkapunk egy szerepet, vagy megkapunk egy, egy olyan, olyan szerepet, amivel nagyon meg kell küzdeni, vagy kevésbé kell megküzdeni, azt azért kapjuk meg, hogy az ember tanuljon belőle, és utána jól érezze magát és ezzel persze ö, olyan emlékeket, meg olyan pozitívumokat szedjen össze, ami, ami egész életére kihat. Már másodszor említed meg a sorsot, vagy a gondviselést valamilyen formában, ö, ezek szerint ebben erősen hiszel? Igen. Igen, hiszek abban, hogy, hogy, hogy nem, véletlenül, nem véletlenül sodor mellénk, nem sodor, hanem nem véletlenül rak mellénk a sors embereket, nem véletlenül találkozunk olyan emberekkel, olyan színdarabból, olyan szereppel, vagy, vagy bármi egyéb mással, ha még egy pillanatra is, vagy egy tekintetre is. Tehát ezek nem hiába történnek az ember élete. Vagy, vagy azért, hogy kapjon az ember valami pozitívat, például egy pillantás, vagy bármiből, vagy azért, hogy eltöltsön vele egy hetet, és utána, és utána az a másik ember tanuljon. Tehát ezek, ezek sosincsen, sosincsen olyan, hogy véletlen. Tehát ez véletlen dolgok nincsenek, és a szereppel is így van valahogy. Mindenből tanulni lehet. Akár egy Hellodoliból, akár egy Shakespeareből, akár egy, egy, egy olyan nagyon-nagyon komoly darabból. Mindenből tanulni lehet. azt mondtad az előbb, hogy nincs úgy kifejezetten szerepálmod. Mi az, ami motivált téged a pályán? Hogy minél érdekesebb karakterekbe, jellemekbe, szerepekbe tudjuk bújni bele és minél jobban át tudjam ezeket érezni, minél jobban át tudjam ezek, hitelesen át tudjam ezeket adni a nézők fele. Mert hogyha az ember a színpadon jól érzi magát, és abban a szerepben megtalálja azt a pici dolgot, vagy azokat a pici dolgokat, amiből összeáll ez a egyé, ez a, ez a karakter, és ezt a nézők nézőkön pontosan lehet tudni, lehet érezni, hogy szeretik-e vagy sem, akkor akkor már szerintem megérte, megérte ez a kihívás. Mi kell ahhoz szerinted, hogy hiteles legyen az a szerep? Tehát, hogy a néző ezt tényleg úgy élje meg, hogy ő nem egy színész, aki a színpadon játszik, hanem ez tényleg az a karakter. Hát szerintem elsősorban a lélek, ami, 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 nagyon kell, nagyon kell vigy, hát vigyen előre, nagyon, nagyon kell dolgoznia benne. Mert lélek nélkül szerintem egy, egy szerepet se lehet megcsinálni őszintén. Meg lehet oldani szerepeket úgy is, hogy ilyen praktikusan, és hogy lélek nélkül, és, és ilyen, tehát tudatosan észsel megcsinálni, de abból meg a lélek, akkor az is jó, persze, de, de onnantól kezdve valahogy hitelét veszti az fontos, hogy az ember próbáljon a lelkével is hatni a nézőkre. És hogyha hogy át tudja élni magába, át tud menni az egész testén a szerep, bármilyen szerepről legyen szó, legyen kis szerepről, főszerepről legyen, mellékszerep, bármilyen szerepről legyen szó, hogyha átmegy a testén, mert ugye a, lélek az, az előre viszi ezt, akkor, akkor szerintem akkor szerintem akkor tud pontosan hiteles lenni mm -hmm. a néző szemébe. És amikor együttműködés van a színpadon, ugye szerepek közötti együttműködés, színészek közötti együttműködés, akkor fontos az, hogy olyan színésszel történjen ez meg, akivel az életben is jól kijöttök? Hát legtöbbször olyan színésszel történik meg, persze van olyan is, hogy amikor, amikor épp, épp olyan színésszel játszol, aki, akivel épp előtte való nap összevesztél, egy picit vagy összekoptál, de... De jó, az, az, viszont nagyon jó, sokat tesz hozzá, mert ez egy csapatjáték. Hogyha nem csapatjáték, akkor, akkor megette a fennel volt, mert ez egy csapatjáték, és kollégák, és egymásra épül az egész dolog. Az, hogy ő, hogy viselkedik, mit érez, az hat rád, és ugyanoda oda vissza játszódik le ez a dolog, és akkor lesz, akkor lesz jó egy, 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 egy darab hogy ez csapatként működik. De tudsz attól mondjuk függetleníteni, hogyha mondjuk előző nap egy picit összekaptatók Kell tudni függetleníteni. Kell tudni függetleníteni, bár, bár hogyha az ember, majd ugye a felnőtt emberekről van szó, hogyha megbeszélik az emberek ezeket a dolgokat, akkor, akkor, akkor már szerintem akkor nem megy át egy másik napra, másik előadásra, másik próbára, már azért, azért előadáson is meglátszik, mert ez egy nyitott könyv az életünk, nekünk. Ha feláll az ember a színpadra, és ha őszintén játszik, akár egy nyitott könyv a nézők előtt, pontosan lejön bármilyenféle kis életbeli sérelem, vagy bár, bármi legyen, az pontosan legyen a színpadról. Hogy látod a jövődet, a pályafutásodat, hol leszel 10-20-30 év múlva? Hú, <laughs> nem tudom. Hát mindenképp szeretnék ezen a pályán további, további szerepeket játszani, további jó szerepeket játszani, hát nem tudom. Hát a, 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 sors majd ugye intézi a dolgokat, persze sokat kell én is tegyek hozzá, ez tény, meg, meg én úgy vagyok vele, hogy nem vagyok kész. Tehát mindig az ember mindenből tanul, és szerintem egész haláláig fog az ember tanulni, meg én is végig-végig tanulunk. Azért, hogy azért, hogy, hogy elérjük azt a bizonyos célt, de, de valahogy szerintem nem tudom. Legalábbis én úgy gondolom, hogy ez az ember egész életére hat is, és, és folyamatosan ezen dolgozik. Akkor lenne rossz, hogyha már azt gondolnám, hogy elértem, de még nem, még nagyon Na, úgy érzem, hogy az elején tartok. És remélem jó fele. <laughs>